És a negyedik, ötödik hét alkalmával volt egy olyan feladat, hogy figyeld meg tusolás közben, ahogyan a vízcseppek végig gördülnek a testeden, és egyszerűen olyan szintű boldogság fogott el, hogy elkezdtem sírni. Minden ok nélkül. Szia, Oliver! Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Nagyon nagy örömmel, életem első Skype-os interjúja. Igen. Lehet, hogy még sok ilyen lesz, hogyha ez a krízis helyzet eltart még egy darabig. Hogy vagy, hogy viseled a bezártságot? Egyáltalán otthon maradtál-e? Nagyon, igen, nagyon komolyan is veszem. Ki is állok teljes válszélességgel emellett a maradj otthon kampány mellett. Nagyon jól viseljük, a párommal vagyunk, illetve a két kutyával, most már több mint egy hete, szerintem, vagy másfél hete, és igazából azon kívül, hogy nem tudjuk, hogy melyik sorozatot nézzük most legközelebb, azon kívül sorozatozással, rengeteg beszélgetéssel, mondjuk amúgy is rengeteget beszélgetünk, PlayStation-özéssel és egymással töltjük az időt, úgyhogy mi teljesen jól el vagyunk. Köszönöm szépen. Mit gondolsz, mit fogsz mondani két hónap múlva? Remélem, hogy már azt, hogy juhú, vége van, mert nyilván senkinek sem jó, hogyha ezt így makró szempontból nézzük, se a gazdaságnak sem a családoknak, sem rengeteg embernek, de én úgy gondolom, hogy hogyha ezt mikróban nézem, tehát a mikroközösségemben, akkor megerősödnek a baráti szálak, megerősödnek a kapcsolatok szerintem, a mi esetünkben is, ugyanis összezártságban szentimentálissá válik az ember, ha akarja, ha nem. Rengeteget beszélgetünk, ami ugye megerősíti a kapcsolatot, és hát remélem, hogy a zenék, meg amik most így kicsit parlagon maradtak, azok minél hamarabb ki tudnak jönni, illetve hát a koncerteket nagyon sajnálom, mert egy szuper, fél éve dolgozunk nagyjából egy koncerten a zenekarommal, amit most össze is raktunk, véglegesítettünk, és gyakorlatilag most lett van 27-én az első közös koncertünk, elnézést a hangokért. Illetve hát áprilisban is lett volna 2-3 koncert, májusban is, augusztusban is, tehát hogy remélem, hogy ezeket be tudjuk pótolni minél hamarabb. Kérdezni szeretném egy kicsit a szülői hátteredet. Nem sokat tudok róluk. Mesélsz nekem egy kicsit róluk? Édesapám német állampolgár, de magyar ember, ő Németországba disszidált 18 évesen, majd kint Dióhéjban elkezdett a divat szakmával foglalkozni, és akkor megismerkedett édesanyámmal, aki pedig egy művészlélek, egy végtelenül karitatív ember, és most is a Heimpál kórházban dolgozik, minden mellett meg ugye énekesnő, meg musical színésznő. Ők valahogy, azt hiszem, egy kozmetikában találkoztak, egy közös ismerőséggel, randiztak fél évig, megismerte édesapám a nővéremet, aki már akkor 4 éves volt, és hát akkora nagy volt a szerelem, hogy kiköltözött édesanyám és a nővérem Nürnbergbe édesapámhoz. Rá 1-2 évre érkeztem én, és én kint éltem 5-6 éves koromig, tehát nagyjából édesanyám 10 évet élhetett kint, amikor hazaköltöztünk, többek között honvágy miatt, minden mellett meg anyum szerette volna a művészi pályát folytatni itthon. Hazaköltöztünk, és hát két csoda emberről van szó. Apum az egyik mentorom, hogyha szabad így fogalmazni, egy példaképem, nagyon sok szempontból édesanyám is,
és az egész családdal egy végtelenül harmonikus és szép kapcsolatom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. Oliver, milyen mintákat viszel, vagy vettél észre, hogy már használsz és viszel tovább a szüleidtől, illetve mi az, amit végképp azt mondod, hogy na, ezt nem szeretném? Hát az utóbbi az talán nincs. Hallottam már, meg olvastam olyanról, nyilván miután közeledem a 30-hoz, és már a gyerekvállalás sem feltétlenül van túl messze tőlem, hogyha fogalmazhatok így. Már kacérkodok a gondolattal. Így nyilván ez a téma is érdekel. És olvastam, hogy az ember csak akkor, vagy leginkább akkor veszi észre ezeket a modelleket, amikor már a mindennapjaiban van egy gyerek, és észreveszi azokat a mintákat, meg tudatalatti berögződéseket, amiket esetlegesen akár nem is kedvelt fiatal korában, hogy azokat alkalmazza. Ezt még nem tudom feltétlenül. Az biztos, hogy én a kommunikációt és a szeretet kimutatását azt előtérbe fogom helyezni. Hála az égnek, én így nevelődtem, és nekünk sosem volt, tényleg nincs titok egyáltalán a szüleim előtt, nincsen olyan, hogy valami tabu téma lenne, vagy valamit nem beszélünk, vagy valamiről nem beszélünk, mert nekünk bevált szokásunk volt az, hogy ha én iskolába hazamentem, vagy egyetemről, akkor mi leültünk és beszélgettünk akár egy üveg bor mellett, és a kapcsolat az nálunk nagyon-nagyon erősen kommunikációs bázisú. És minden mellett én minden egyes telefonbeszélgetés végén, miután volt egy nem kalkulált eset a családomban, ahol nem tudtam fel, vagy nem emlékeztem rá, hogy elbúcsúztam-e az illetőtől, ezért én azóta, évek óta már mindig elmondom, hogy szeretlek. Az utolsó mondatom, ez mindig a telefonbeszélgetés lerakása előtt, hogy ha esetlegesen bekövetkezik a nem kívánt helyzet, akkor ne legyen bűntudatom. Ezek szerint, ha jól értem, volt bűntudatod, mert nem mondtad ki, hogy szereted az illetőt? Volt, igen. Vagy se nem Volt. Emlékszem rá, hogy kimondtam-e, inkább biztosra megyek, és elmondom minden a beszélgetés után. És hogy kezelted akkor a bűntudatodat? Ez most érdekes lehet azok számára, akik pont most ebben az időszakban ebben vannak. Én nagyon sokat agyalós ember vagyok, nagyon sok önanalízist végzek, rengeteget olvastam erről, és hát a fiatal felnőtt korom jelentős részét ezzel töltöttem. Nagyon sok kérdés volt a fejemben, nagyon sok olyan nem exakt válaszra váró kérdés volt a fejemben, amiből tudtam, hogy ezt leginkább magam tudom kifejleszteni magamban a választ, miután egyénileg ez embertől függ, hogy mit igényel a gondolati síke az emberek, mit igényel a teste. Ezért én is úgy voltam vele, hogy ezt én magamnak kitalálom, kisebb-nagyobb sikerrel. Úgyhogy én eleve nagyon-nagyon sokat kattogok, és kattogtam a belső gondolataimon. És én úgy vagyok vele, hogy ez egy olyan teher, amit csak rövid távon vehetek a vállamra. Hosszú távon semmiféleképpen, mert az már destruktív hatással lesz a hozzám közel álló emberekre is, és a saját életemre is. Úgyhogy én ezt megpróbáltam elengedni, és azzal pótolom, hogy minden nap elmondom, hogy mennyire szeretem őket, és minden nap felhívom őket, és rengeteget beszélgetünk. Amikor próbáltad elengedni, akkor valamilyen technikát alkalmaztál, vagy szintén ellengondolatokkal próbáltad ez a pro és kontra játékban? Is. Most annyira egzakt módon nem emlékszem vissza, de az biztos, hogy tudatos jelenlét van ugye nyilván ilyen technika, és arról is rengeteget olvastam. Gyakorlod is? Bocsánat. Alkalmattán. Volt olyan számomra
teljesen megmagyarázhatatlan és csodával határos módon olyan pillanat, amikor már 4-5 hete csináltam ezeket a gyakorlatokat. Volt is egy ilyen könyv, amit azóta előszeretettel ajánlok mindenkinek. Azt hiszem, ez egy 8 hetes önfejlesztő program, amit magadnak állítasz be, hogy milyen gyorsan szeretnéd, magad végzed a jegyzeteidben, hogy mire jutottál. És a 4., 5. hét alkalmával volt egy olyan feladat, hogy figyeld meg tusolás közben, ahogyan a vízcseppek végig gördülnek a testeden, és egyszerűen olyan szintű boldogság fogott el, hogy elkezdtem sírni, minden ok nélkül. És azóta próbálom értelmezni azt a szituációt, és hogy hogyan tudnám azt visszahozni az életembe, csak ugye minél inkább felnőttösödünk, és minél inkább hagyjuk el a gyermeki énünket, annál több probléma, annál több mókuskerék és mindennapos dolog kerül az ember napirendjébe, amik egy kicsikét nagyon ez ellen dolgoznak, és szerintem itt van a 21. század emberének így az egyik legnagyobb feladata, hogy hogyan tudja ezt a kettőt ekvilibriumba hozni, és mind a kettővel együtt létezni. Én úgy vagyok vele, hogy néha sikerül, és ezáltal, hogy néha sikerül, mindig kap ételt, mert mindig kap pozitív visszacsatolást a lelkem meg a testem, hogy van ilyen, létezik ez, és talán annál jobban értékelem, mert nincs minden nap feltétlenül meg ez az öröm. Két kérdésem is lesz hirtelen. Az egyik, hogy mi a könyv címe, és ki a szerzője? Szerzőt nem tudom, de tudatos jelenlét, és úgy néz ki a borítója, hogy van egy ilyen tipikus lapos fekete kő, ami azt hiszem aloe vera leveleken fekszik talán, de majd megpróbálom elküldeni, mert az első keresésnél megtaláltam a Google segítségével, úgyhogy viszonylag könnyű megtalálni. Köszönöm, megkeresem, és majd megosztom a nézőkkel, illetve a második az, hogy hogyan veszed, hogyan tudod kiküszöbölni a nehézségeket a felnőtté válás útján? Az ember mindig annyi terhet kap, amit el tud viselni. Én hiszek ebben. Nagyon hiszek a karmában, és nagyon hiszek a sorsban is. Nekem ez talán egy nyugtató aspektussal hat az életemre, hogy mindennek oka van. Hiszem azt, hogy ezt nem belemagyarázom a dolgokba, mert tényleg példát most nem tudok mondani, de hogyha az életemben bizonyos dolgok hamarabb jöttek volna, mint ahogyan érkeztek, akkor lehet, hogy nem úgy értékeltem volna azokat, vagy egy teljesen más életszakasz, vagy síkra terelte volna az életemet. Nagyon érdekes volt megtapasztalni, most, hogy PlayStation-on játszunk a párommal. Van egy olyan játék, hogy Detroit, és az tulajdonképpen arról szól, hogy a te gombokon nyomott választásaid, azok hogyan alakítják a játékon belül a szálakat. És valahogy az életet is így látom, hogy nem tudatosan, de döntesz az életed bizonyos szakaszában így vagy úgy, tehát nyomsz át vagy bét, és az akkor egy másik szakaszra fogja terelni az életedet is. És egyelőre én nagyon elégedett vagyok az életemmel, remélem, hogy ezt a tendenciát folytatni is fogom. Ez az egyik, hogy sors és karma. Mi volt még egyszer a kérdés? Hogy veszed az akadályokat? Hogyan oldod meg? A felnőtté válásban, igen. Igen. Illetve, hát mint ahogyan gimnazistaként izgultam az érettségitől, és a világ legnagyobb problémájának láttam azt, hogyha az nem sikerül, vagy nem sikerül úgy, ahogyan én azt terveztem, akkor nekem vége. Ugyanezt gondoltam az egyetemen is, és tulajdonképpen azt veszem észre, hogy így összekötöm a pontokat, de szerintem ezzel minden felnőtt így van, akkor rájön, hogy mennyire bagatell helyzet is volt az, hogy emiatt aggódtunk. Szerintem az élet terhe is valahogy
egyre nehezebb lesz, egyre nagyobb kihívásokat tesz az ember elé, és utólag látja az ember, hogy igazából az a félelem, amit érzett az adott pillanatban, az nem is feltétlenül kellett volna, hogy megtörténjen. De miután akkor nagyon nagy helyzetnek és kolosszálisan egy problémának láttuk azt, amivel szembeállított minket az élet, ezért lehet, hogy extra adrenalint, lehet, hogy extra gondolatokat, ötleteket hozott ki belőlem, akár egy dalszerzés esetében is az, hogy egy olyan kozmikus nagy fájdalmat éreztem, hogy nekem azt ki kell írnom magamból, és végül sikerült. Tehát, hogy csoda, csoda az élet, hogy olyan utat ad mindig az embernek, olyan terhet, amit el tud bírni, és hogy olyan oldalait ismeri meg az ember a teher alatt, amit előtte még nem. Mennyire érzed másnak magad ezzel a gondolkodással a saját korosztályodban? Jó kérdés. Mindig egy kicsit magamnak való voltam, fogalmazhatok így. Az introvertáltság az nem áll távol tőlem, de ez szerintem már azon, abból kiderült, hogy rengeteget kattogok és gondolkodom, saját magamon is, meg a világon is. Művészember mindig eltér szerintem. Ezt a barátok között is érzem, hogy azért tőlem ne vált távol esetleg az, hogyha másnap nincs dolgom, hogy hajnali 4-5-ig én zenélek, és akkor, mit tudom én, 10-11-kor ébredek, amikor már más nyilván 8-tól benn van a munkahelyem. De ha a dolgom van, akkor én is tudok hétköznapi emberként funkcionálni, csak vannak olyan regiszterei a fejemnek, amik inkább efelé hajlanak. Sokkal érzelmesebb ember vagyok szerintem, mint a nagy átlag. Nagyon könnyen el tudok érzékenyülni, akár egy idézeten, egy versen, egy filmen, egy életszituáción, egy esküvőn. És a gondolkodásom is nyilván egy kicsikét eltér, mert mindenben megpróbálom a művészi értéket észrevenni. Legyen az egy facölöp, vagy egy film, vagy tényleg bármi lehet. Múltkor például volt egy Avengers film, ami nekem a Marvel univerzum, az nekem egy hatalmas nagy fanatikus rajongó vagyok, itt látszik is a telefontokra. És az egyik részben, a film utolsó 10 percben volt két mondat, ami negyedik megnézésre esett le nekem. Tehát addig nem is figyeltem fel erre a mondatra, és akkor hirtelen valahogy beütött, és elkezdtem ezen a szálon írni egy dalt, és végül született is egy dalt. Tehát, hogy mindig ez a nyitottság, meg az, hogy fogékony legyen az ember az újdonságra, és az érzékelése nekem, ez ebben valószínűleg eltérek egy kicsikét a nagy átlagtól. Mi a te feladatod ebben az életben? Nagyon remélem, és hála az égnek egyelőre így is igazolja az élet, hogy az alkotás és a zeneírás. Ennek az a formája, hogy segítsek az embereken és magamon. Nyilván első körben leginkább magamon segítek egy dalszöveg, vagy egy dal megírásával, mert belőlem kívánkozik ki az üzenet. De azt veszem észre a YouTube-on, a rádiók visszajelzései által, hogy jó úton haladok, mert rengetegen találnak támaszt a dologban. Hogyha esetleg egy rossz napjuk van, vagy egy szakításon vannak túl, akkor előszeretetten nyúlnak az én dalaimhoz, ami hát egy hatalmas érzés, főleg, hogy most egy hete, vagy fél hete olvastam egy üzenetet a Facebookon. Egy rajongó hölgy, nem az én rajongóm, megírta, hogy az ő kedvenc könyvének a szerzője a Világító Torony című dalom inspirációja által írt meg egy könyvet, és annak a bázisa az én dalom lett, és arra épített egy egész sztorit, és valahol egy csodálatos dolog, hogy én otthon a mackónadrágban teljesen letörve írok egy dalt, amit aztán én szeretek és hallgatok, majd kikerül az online regiszterbe, akkor rengeteg ember szereti, és végül akkor a hatása van egy emberre,
hogy megírja a saját élettörténetét erre a sztorira ráfűzve, és a dalomra ráfűzve. Tehát, hogy gyönyörű szépen hatványozódik ez az egész, amit valaki történetesen ebben az esetben én egy gondolat foszlányból megalkottam, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megkaptam, megélhettem, és hogy ezt csinálhatom ebben az életemben. Mit szeret a párod a legjobban benned? Mit tudsz? Miután végtelenül hasonlítunk egymásra, de tényleg ijesztő módon, tehát olyan szinten, hogy bagatell példa, de ugyanúgy utáljuk mind a ketten a neocitránt, és tényleg így egy nap folyamán, a mai napig így észreveszik, hogy Jézusom, te is ezt, meg Jézusom, te is így csinálod? Tehát miután abból indulok ki, hogy én mit szeretek benne, és nagyon hasonló emberek vagyunk, akkor az a lelkem lesz. Mert én is a lelkét szeretem legjobban, meg amilyen ember. Azt akartam neked mondani, hogy így képernyőn nagyon-nagyon belelátni a szemeidbe. Hatalmas mélység van bennük, és azon kaptam magam, hogy felmerült bennem, hogy vajon hány éves lehetsz oda bent. Hát jó kérdés. Jó kérdés. Hány éves lehetsz? Igen. Van egy hagyománya ennek a műsornak, hogy a beszélgetésünk 20. percében kérdezhetsz te is egyet tőlem. Ó. Ahogy gondolom, spirituális ember vagy, akkor te is. Melyik része a spiritualitásnak érdekelt téged a leginkább, amivel így akár minden nap foglalkozol? Mert én pont éhezem egy ilyen hobbira, és érdeklődöm. A lélek és az elme együttműködése, uh-huh. illetve a kettőnek a munkája, mint a szellemhez hozzáadott érték. Ez érdekel a legjobban. Hogy lehet úgy a szellemet erősíteni, gazdagítani, hogy közben alázatos maradsz, és nem viszel túlzásban semmit. Sem az egót, sem a tudatosságot, tehát, hogy tudatos vagy, de nem az a fanatikus tudatos, hanem a három egyben működik, és a három lehet erős, néha lehet gyenge, és amikor gyenge, látni annak a szépségét. Tehát, hogy ez a része érdekel leginkább. És ezt próbálom folyamatosan tanulni, alkalmazni. Ugye van egy akadémiánk, ahol neurolingvisztikus programozást is tanítok coaching mellett. Igen. NLP tréner vagyok. Elértem a legmagasabb szintet, ám nem tudásban feltétlenül a legmagasabb szintet, mert ez egy olyan tudomány, ahol mindig jön valami új, és mindig lehet tanulni újat. Ez érdekel. Ez érdekel, és a hangolódás, az, hogy tud két ember, aki soha nem találkozott, közös pontokat találni, és nem szóban, hanem lélekben, tekintetben. Így. Az a durva, hogy én nem tudtam, hogy NLP-t végeztél, vagy hogy végzel, és milyen érdekes, hogy mégis ide terelődött a téma. Igen. Na. Nem véletlen. Igen. Nem véletlen, úgyhogy bármikor nagyon szívesen, ha kérdésed van, vagy csak beszélgetni szeretnél a témában, nagyon-nagyon nagy szeretettel, mert kevés, tehát a hallgatóimmal szoktam, meg a kollégáimmal beszélni egyébként, valami miatt úgy érzem, hogy az NLP-t nem szívesen, tehát hozzáteszem, ez csak az én tapasztalatom, a szűk tapasztalatom, hogy a külvilág úgy kicsit, mintha rettegne tőle. A tudástól általában. A tudástól általában. Oliver, hát nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért. A karmád biztosan, hogy nagyon szép utat járt be. Gyönyörű belefeledkezni a szemed, a lelked mélységében. Úgy köszönöm ezt az ajándékot neked ma. Kitartást és további szép napokat, és várom, hogy mielőbb a koncerted megvalósuljon. Jó, köszönöm szépen, és a legjobbakat kívánom neked. Köszönöm nagyon szépen, minden jót nektek. Előadom. Szia.